keresztény kultúrának a hangoztatása, meg hát ez, hogy védőbástyája vagyunk a keresztény Európának, ezek politikai jelszavak. Ami nagyon sok embernek tetszik. Én egyébként ebben látom egy ilyen nagy hát akadályt mindenképpen, hogy ami egyébként jó is, hogy nagyon sokféleképpen gondolkodunk erről. Nagy kérdés, hogy egy ilyen iskolai keretek között folytatott, gyakorlatilag a matek és az énekóra közé berakott tanulának most mekkora hatékonysága a vallási identitás képzés szempontjából. Én azt gondolom, hogy ahogy a jobboldali kormány politikai érvként használja a kereszténységet, az ellenzéke politikai érvként használja, hogy nem is vagytok igazi keresztények, ott mászik a LSZ csatornán. 10 év alatt több mint 1 millióval csökkent a vallásosok száma Magyarországon. Legalábbis ez derült ki a 2022-es népszámlálás adataiból. A kérdés, hogy miközben 2010 óta a politika számára kiemelten fontosak az egyházak, miért csökken a hívők száma, és mi lehet a megújulás útja? Ez itt a Szabadon, a Szabad Európa tényfeltáró műsora. Pedig Semjén Zsolt mondatai ellenére a visszaesés egyértelmű. A 2022-es népszámláláskor már csak az emberek 43%-a mondta magát vallásosnak, 16%-uk jelezte, hogy semmilyen egyházhoz nem kötődik, 40%-uk pedig nem válaszolt erre a kérdésre. A 2011-es adatok még 55%-os arányt mutattak a hívők terén, és csak 27%-nyian nem válaszoltak a vonatkozó kérdésre. A trenden nem lepődtem meg, azon meglepődtem, hogy milyen sokan nem válaszoltak a kérdésre. Nem vártam ezt a magas arányt. Arról a 40%-ról, aki nem válaszolt arra a kérdésre, hogy milyen felekezethez tartozik, nem tudjuk biztosan, hogy nem kötődik-e valójában valamely egyházhoz. Rosta Gergely vallásszociológus szerint többségben van ebben a csoportban azoknak az aránya, akik nem érezték úgy, hogy meg kell osztaniuk ezt az információt, de a trend minden esetre egyértelmű. Népszámlálásról népszámlálásra egyre többen nem válaszolnak a vallási hovatartozásukról. Ami jelentős mértékben megváltozott, azoknak az aránya, akik nem válaszoltak. 2011-ben, amikor a kérdés úgy hangzott, hogy melyik valláshoz, felekezethez tartozónak érzi magát, odatartozás érzését kérdezte a kérdőív, akkor 27% nem válaszolt erre a kérdésre. Összesen tehát 45%-ról tudjuk azt, hogy nem tartozik valahová, vagy nem tudjuk, hogy hová tartozik. 55% körül volt azoknak az arány, 54 az hiszem, akikről tudjuk, hogy melyik felekezethez sorolták magukat. A felekezeti lebontást nézzük. Római katolikusból van továbbra is a legtöbb, 2,6 millió, de 10 éve még közel 4 millióan jelöltek magukat római katolikusnak. A református egyház csökkenése kevésbé jelentős, ők csak nem 1 millióan vannak. Az evangélikusok és a görög katolikusok száma nagyjából stagnál. Az adatokból egy dolog egész biztosan látszik. A fiatalok gyakorlatilag elfordultak a vallástól. A 20-29-es korosztályban 47% nem válaszolt, tehát majdnem minden második fiatal nem válaszolta meg ezt a kérdést. Plusz még további, ha jól emlékszem, 19% talán, vagy 20% volt, aki azt mondta, hogy ő nem tartozik. Tehát a kettő együtt mintegy kétharmada a fiataloknak. Hogyha megnézzük az egyik legidősebb korosztályt, akkor a 80-89 évesek körében mindössze 5% mondta azt, hogy ő nem tartozik felekezethez, és 22% nem válaszolt. 27% nem válaszolt. A kettő együtt durván egy harmada. Gyakorlatilag megduplázódott az egyházi iskolák száma az elmúlt 5 évben, az arányuk pedig jelentősen nőni fog, ha, ahogy tervezik, állami gimnáziumokat zárnak majd be. A hívők eltűnése annak fényében is különös, hogy 2010 után az Orbán kormány az intézményi rendszerben nagyban az egyházakra támaszkodott. 2010 és 2020 között az egyházi óvodák aránya 5,6%-ról 10,4%-ra nőtt. Az általános iskoláké 9,4%-ról 17,1%-ra.
a középiskoláké pedig 10,4-ről 25,2%-ra emelkedett. Ráadásul megjelent a kötelezően választható hittan vagy erkölcstan az órarendben. Nagy kérdés, hogy egy ilyen iskolai keretek között folytatott, gyakorlatilag a matek és az énekóra közé berakott hittanórának most mekkora hatékonysága a vallási identitás képzés szempontjából. Nyilván át lehet adni bizonyos ismereteket, hasonlóan az ének és a matekórához. Hogy ettől valaki vallásosabbá válik, az egy másik kérdés. Nem hiszem, hogy ez elegendő lenne. Az egyházi iskolák államosítása nélkül nem tudunk őre menni. Köznevelésünk demokratizálása terén. Az államosítás elsősorban a parasztságnak, a magyar falunak az érdeke. A II. Világháború után a kommunista hatalom néhány kivételtől eltekintve gyakorlatilag megszüntette a vallási oktatást. 1948 nyarán több mint 6500 felekezeti iskola és több százezer diák, valamint mintegy 18000 pedagógus került az egyháziból az állami rendszerbe. Ebben az időben kezdte tanulmányait Bár Miklós, a Váci Egyházmegye későbbi püspöke, aki szerint ma már nem működik a kötelező hitoktatás. Azt hiszem, hogy ez, hogy most kötelezően választható iskolai hittan van, ettől is megszédültünk. De most már bevallhatjuk és beláthattuk, hogy ez pont az ellenkező eredményt hozta. Elszakadtak a gyerekek a templomtól, mert ugye korábban, amikor a templomok körül az egyházközségi berkeinken belül foglalkoztunk a gyerekekkel, szabadon, örömmel jöttek oda a gyerekek, és oda szoktak a templomhoz. Most az iskolába, hogy letudják a hittanórát, de már templomig nem jutnak el. Ha a költségvetés számait nézzük, tavaly körülbelül 100 milliárd forintos támogatást kaptak az egyházak, ami 2011 óta 1000 milliárd forint feletti juttatást jelent. Bencsik Gábor a kormány közeli Demokrata újságírója. A népszámlálás eredményeinek megjelenése után közvetlenül egy Facebook bejegyzésben osztotta meg aggodalmát a hívők elfordulását látva. Az állam segítségének a hatékonyságát azonban így sem kérdőjelezi meg. Miért támogatom? Mert azt gondolom, hogy az egyháznak megtartó ereje van. Mert ez is talán egy adalék, hogy mi a kereszténységben érték. Megtartó. Én nagyon ellene vagyok annak a bizonyos dekonstrukció koncepciónak, ami a 50-es, 60-as évektől Nyugat-Európában kialakult, hogy ugyanis minden csak konstrukció, és minden lebontható, és újra összerakható, és a szabadság végső törekvése a dolgok teljes lebontása és teljesen szabadon újra konstruálása. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy nem így van, megőrzendők a dolgok, vigyázni kell rájuk, és az egyházat megtartó erőnek látom. A sokszor kiapadhatatlannak tűnő állami támogatás azonban akár ellentétesen is hathat, és ezért is látjuk a hívők eltávolodását, véli Bár Miklós. Még egyet hozzátennék, hogy miközben nagyon sok állami támogatást kaptunk, az egyházközségeink önfenntartó felelőssége is szépen elapadt. Mindenre van pénz. Igen. És ugye mindenki azt mondja, hát minek gyűjtsünk mi a mi közösségünk céljaira, amikor lehet pályázni, innen-onnan pénzt szerezni. És hát tudom, hogy ez egy nagyon merész dolog, amit most mondok, hogy az egyházunk hitelességét az is segítené, ha tényleg saját magunk tartanánk el magunkat. És hát ehhez, és hát ugye ezért szoknunk egy kicsit irigykedve nézni a kisegyházakra, akiknek nincsenek nagy templomaik, de viszont a saját adományaikból tartják fönn magukat. Keresztény kultúra nélkül nem lesz szabad élet Európában. Keresztény kultúránk megvédése nélkül elveszítjük Európát, és Európa nem lesz többé az európaiaké. Muszáj rákérdeznem erre, mert sokan úgy vélekednek, hogy egyszerűen álszent a magyar kormány kereszténysége. Ön lát ebben ilyet, vagy azért ez egy túlságosan erős
jelző a magyar kormány tagjai részére? Hát én azt gondolom, hogy a keresztény kultúrának a hangoztatása, meg hát ez, hogy védőbástyája vagyunk a keresztény Európának, ezek politikai jelszavak. Ami nagyon sok embernek tetszik. És ez kétségtelen, hogy a kormány kommunikációjának egyik sikere. Hogy ezeket a jelszavakat addig hallják az emberek, míg aztán tényleg úgy gondolják, hogy ez tényleg így van. De nem feltétlenül van így. De nem feltétlenül. A támogatásokon túl a kormány sokszor hivatkozik a vallásra, mint politikai eszközre. Elhangzott többször már a keresztény Európa megvédése mondat a kormányfőtől. Egy időben keresztény szabadságjelzővel illették a kormányzást, illetve advent időszakában az összes kiemelt fideszes politikus sokat posztolt templomba járási szokásairól. Ez pedig nem biztos, hogy mindenkinek megnyerő. Az egyház, mondjuk a katolikus egyházhoz kötődő fiataloknak is egy jelentős része úgy érzi, hogy az egyház nem feltétlenül ad válaszokat az ő személyes problémáira, kérdéseire. Hogy most ez kiegészül-e azzal a fajta kritikával, hogy az egyház egy olyan állammal látszik szoros szövetségben lenni, amelyik lehet, hogy inkább csak szavakban képvisel bizonyos keresztény elveket. Vagy éppen az a fajta képviselet, ami nem biztos, hogy csak szavakban történnek, hiszen létezik üldözött keresztények megsegítésére államtitkárság, Hungary Help Program, számos templomot újítottak föl és építenek, tehát valóban nem csak szavakban nyilvánul meg ez a fajta szövetség, hanem tettekben és pénzügyi támogatásban is, de lehet, hogy azok számára, akik ezt kritikusan szemlélik, azok számára nem ez a fontosabb, hanem az, hogy az egyház hitelesen képviselje azokat a tanokat, amelyeket hirdet. Bencsik Gábor szerint viszont, ha az egyház és a politika viszonyát nézzük, inkább az ellenzéki vélemények nehezítik a hívők betérését. Én azt gondolom, hogy ahogy a jobboldali kormány politikai érvként használja a kereszténységet, az ellenzéke politikai érvként használja, hogy nem is vagytok igazi keresztények, ott mászik a LSZ csatornán, micsoda keresztény az ilyen. Én szerintem ezt a politikusok csinálják, ezt kivédeni nem tudjuk. De én nem gondolom, hogy a közönség nagy részére ez hatna. A hívek száma nem csak Magyarországon csökken. A híresen katolikus Lengyelországban a fiatal felnőttek körében a rendszerváltás óta harmadával visszaesett a gyakorlók száma. Németországban pedig 1990 óta közel 10 millióan hagyták el a katolikus egyházat. A nyugat-európai emberek már nem a templomokban keresik a válaszokat, mondja Bár Miklós. 1991-ben II. János Pál pápa jött először Magyarországra. Hát ez egy óriási esemény volt. Nem emlékszem, én Esztergomba találkoztam vele először, aztán a Népstadionba. És éppen őrá hivatkozom, amit talán akkor nem értettünk eléggé. Akkor mondott egy ilyen mondatot, hogy kedves magyarok, megszabadultatok a kommunista diktatúra fogságából, az elméleti materializmusnak a fogságából, de vigyázzatok, nehogy a gyakorlati materializmusnak a rabjai legyetek. És most visszatekintve erre a 30 évre, tulajdonképpen a jóléti társadalom folytotta meg igazán az egyházunkat. Tehát a mi hibáinkat is elismerjük, és hát be kell ismernünk, de az, ami a nyugat-európai országokban már évtizedekkel előbb elindult, ez a szekularizációs folyamat, a jóléti társadalomnak a közömbössé válása. Ez egy lélektani ok. A válsághelyzet kapcsán nehezen elkerülhető felvetés, hogy a progresszív kérdéseket sokak szerint megkerüli az egyház. Bár Ferenc pápa például már több ízben megszólalt az LMBTQ kérdésében. Sokan kerülik a megosztó témákat.
Nem kerülhetünk meg kérdéseket, amire hát éppen a hitünk fényénél kell választ adnunk. Tehát nagyon sok minden megváltozott. Tehát akár a, hát ugye a szexualitásról való beszédünk. Ez még mindig nincs a helyén. Tabu témaként kezeljük. Hát aztán ne beszélve a LMBTQ problémáról. Vagy hát a legszörnyűbb fájdalmunk volt az elmúlt időszakban a pedofília. Beszélni kellene erről őszintén. Volt egy ilyen nagyon erős élményem egy vasárnapi napon, amikor készültünk templomba, ilyen stílszerű, és akkor zenét hallgattam, és édesanyám rám szólt, hogy ő ilyen nagyon csendpárti, és akkor mondta, hogy szerinte túl sok zenét hallgatok, és amikor éppen ezzel kapcsolatban érvelt, akkor most azt mondta, hogy mi van, hogyha a Jóisten akar hozzám szólni, de nem tud. És akkor erre így gondolkoztam, és azt jutott eszembe, hogy hát a Jóisten mindenható, szóval, hogyha akar hozzám szólni, akkor megoldja. És meg is oldotta, az ott az érdekes, és nagyon fura volt, vagy hát ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, a zenében kezdtem el ezt hallgatni. Riárd a Budapesti Központi Papnevelő Intézet tanulója. 17 évesen döntött el, hogy papnak áll, pedig ez a hivatás mára egy kevesek által választott út. Még 2005-ben a szerzetes rendeket is beleértve, Magyarországon 2576, 2015-ben már csak 2110, 2019-ben pedig mindössze 1954 pap szolgált. Az nem volt új, hogy nincs sok hívő, sajnos ez így van. Ezt azért azt hiszem, hogy én is látom, meg nem olyan meglepő, hogy teljesen letaglózom. Hát így a visszhangja az tényleg ez volt, hogy hát ez azért szomorú statisztika, azért ezen javítani kéne, de hogy valahol ott is az volt a háttérben egyházi részről, hogy de nem az a megoldás, hogy elcsüggedünk, vagy akár feladjuk, vagy homokba dobjuk a fejünket, egyik se jó, hanem az, hogy csináljuk jól, és igyekszünk jobban csinálni, mint ahogy tegnap csináltuk. Riárd 2000-es születésű. Ő is látja, hogy egyes kérdésekben lassabban fogalmaz meg válaszokat az egyház, de szerinte nem is dolguk feltétlenül elsőként véleményt formálni minden kérdésben. Sokszor azért az is ott van, hogy egyháziként tudjuk azt, hogy mondjuk nem egy tudományos szervezet vagyunk, és megvárjuk, amíg egy jelenségről sok minden kiderül, és azután próbálunk róla véleményt formálni. Ez is elképzelhető, de igen, lehet, hogy vannak olyan dolgok, amikkel kapcsolatos állásfoglalást elodázzuk egy idővel, de szerintem ez így érthető, vagy én azt gondolom, hogy sőt, egyfajta önkritikát is mutat, hogy azért tudjuk, hogy nem nekünk kell komoly tudományos megalapításokat tenni bizonyos jelenségekkel kapcsolatban. Ha most Ferenc Pápával találkozna hazafelé, akkor miket javasolna, hogyan tudjuk elősegíteni azt, hogy hát legalábbis megálljon a fogyás a vallásosok szempontjából? Hát, fogalmam sincs. Én tudom, hogy mire volna szükség. Sok jó papra volna szükség. De honnan? Ahhoz az kell, hogy az emberek, a fiatal emberek számára vonzó legyen. Hogy a cölibátus például a katolikusoknál indokolt-e fönntartása, vagy nem indokolt, nem tudom megítélni. Abban biztos vagyok, hogy sok jó karizmatikus papra volna szükség, de hogy ez hogy áll elő, arról fogalmam sincs. A Vatikán törekszik a változásra. Ezekben a napokban is tart a 16. rendes szinódus, ahol a római katolikus egyház jövőjéről vitatkoznak a résztvevők. A történelemben először például nők is ott lehetnek a szinóduson. Nem ébredtünk föl, hogy új stílusra lenne szükség. Olyan gyorsan változik körülöttünk a világ, és hát Ferenc pápánk már többször szembesített bennünket, hogy ezt már hagyjuk abba, hogy mi ülünk a templomba, aztán mondjuk, hogy na tessék bejönni, szabad bejönni. Én egyébként ebben látom egy ilyen nagy hát akadályt mindenképpen, hogy ami egyébként jó is, hogy nagyon sokféleképpen gondolkodunk erről. Én például most azt mondom, hogy amit már az előbb mondtam, hogy közösség. És erre van egy nagy kereslet. Én azt látom, hogy egy személyes kapcsolatokra vagy ilyesmire. Van olyan ismerősöm, aki meg azt mondta, hogy hát a liturgián kéne sokkal szebben
azt kéne sokkal szebben végezni, a zenét kéne kicsit jobban átalakítani, vagy van, aki azt mondta, hogy inkább a régihez visszatérni. Szóval annyi fajta megoldási javaslaton, hogy ebben például nincs egy egységes vonal. Magyarországon tehát minden támogatás ellenére csökken a vallásosok száma. És nem biztos, hogy ez a folyamat könnyen megállítható. Ez volt a Szabadon, és ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra.